Hogyha nagyon piros az arcom, ami szerintem látszódni fog a videóban, az azért van, mert igazából nem tudom, gyakorlatilag fázok, de az arcomnak melege van, úgyhogy ilyen piros posgás leszek ebben a videóban. Na most felhoztam az egyenruhámat, mert igen, a mai videóban... Kezdjük előről. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban újabb Percy Jackson sorozat Rick Riordan update-et hoztam. Ugyanis Rick Riordan kiírt két blogposztot az oldaláról, vagy hát volt két posztja a honlapján, amiben vannak újabb információk, amiket gondoltam összeszedek és megosztok veletek. Úgyhogy kiírogattam a fontos mondatokat magamnak. Már vannak olyan meghallgatások a Percy Jackson sorozatba castingolandó karaktereket, tehát ugye még folyik a casting process. Fú, próbálok nem félig angolul beszélni, szóval még folyik a castingnak a folyamata, még folyamatban van. És most már csinálnak olyat, hogy akik jelentkeztek Grover, Annabeth és Percy szerepére, őket így különböző párosításban összeteszik és olvastatják fel velük ugye a jeleneteket, hogy megnézzék, hogy kikkel hogyan működnek a kikkel, hogyan működik a kémia, gyakorlatilag tényleg azt keresik, hogy a három főszereplő ebben az esetben passzoljon egymáshoz. Vancouverben fogják egyébként kezdeni a film sorozat felvételét, és gyakorlatilag nyáron már el akarják kezdeni egyébként a sorozat forgatását, ami nagyon durva, sőt, mindjárt lejjebb tekerek, hogy pontosan. Június 1 elvileg a tervezett forgatási időpont, a megkezdésnek az időpontja, ami már azért itt van, de egyébként még nincsenek fix színészek, de aktívan keresik őket, illetve aktívan revizionálják a szkripteket az egyes epizódokhoz, tehát hogy így volt egy ilyen blogpost, hogy mit csinál egy héten, egy átlagos napon Rick Riordan, össze-vissza mondom a szerencsétlen nevét. Néha gondolkozok, hogy mondjam a normális módon, vagy maradjak a saját módomnál, na mindegy. És akkor itt volt, hogy egy csomószor összeülnek, és átbeszélik az egyes epizódok részeit, vagy egyes epizódok forgatókönyvét azt, tehát, hogy írják már a negyedik, ötödik résznek a forgatókönyvét, közben még átnézik az előző részeknek, hogy tényleg nagyon klappoljon az egész, hogy úgy hangozzon egy-egy mondat, mint a tényleg Percy mondta volna a könyvekben, szóval tényleg nagyon sok energiát ebbe így belefektetnek, és így oda-vissza lögdösik egymásnak a forgatókönyveket folyamatosan. Illetve, ugye mivel Vancouverben fogják felvenni, forgatni, ezért megvan, hogy melyik stúdióban, ez a Mammoth Studios, bocsánat, ott lesz elvileg felvéve, és Rick Riordan már be is járta a stage-eket, a forgatás, nem színpad, mert nem echte színpadra kell gondolni, hanem filmstúdióban, ami a stage. Annak most meg nem mondom, mi a magyar megfelelője. Igen, és már építkeznek, hogy tudják, vagy mármint ugye építik a díszleteket is, meg hogy hogyan álljon a stage. Meg nem mondom, mi most a stage. A helyszín, nem tudom. Akkor volt egy ilyen érdekes, ami, hogy production designer, amit szintén nem tudom, hogy van magyarul pontosan, az Dan Hanna lesz, aki egyébként a Gyűrűk Ura filmen is dolgozott, mert hogy ugye ő azt a részét a látványért felelős egyik ember, ha jól értettem, amit Rick Riordan kiírt, és így írta is, hogy ő olyan ember, aki tudja a dolgát a fantasztikus ábrázolások körül, mint hogy dolgozott elvileg, akkor ezek szerint a Gyűrűk Urán is. Én ennyire a Gyűrűk Urának a készítőivel nem vagyok képben. Úgyhogy ez nekem is egy ilyen kis fun fact volt, úgymond. Tehát nem fun fact, ez egy tény, na mindegy. Nyilván küldenek be videókat, felvételeket a különböző szerepekre, akik akarnak jelentkezni, és ezeket a jelentkezési felvételeket nézi át. Tehát például, amit ő írt, hogy a Grovernek nagyon sok felvételét nézi át most így folyamatosan, de ezt először, előtte már a casting direktorok megszűrik, tehát, hogy ő hozzá így is sok jut el, de még így is nagyon sok van, amit kiszornak útközben, ami így nem kell, tehát Rick Riordan már azokat látja, amik lehetségesebbek a szerepre. Igazából egyelőre még tényleg senki nincs meg, és azt írta még, hogy nyilván ez a legfontosabb feladat, hogy először megtalálják
a három főszínész, de hamarosan elkezdik majd keresni a többi szereplőhöz is a színészeket, tehát itt gondolunk Percy anyjára, az istenekre, Chiron-ra és a többiekre, tehát hogy úgy lassan tényleg szélesedik, csak nyilván az a legfontosabb, hogy a Percy Annabeth és Grover karaktere az tényleg nagyon jó legyen, mert hát ők viszik végig szinte az egész Percy Jackson és az Olympusiak szériát. Illetve még itt, ami nem sorozathoz kapcsolódó hír, az az, hogy folyamatosan nézi át a Nico és Will spin-off könyvet, ami ugye készül, és akkor adogatja hozzá az ő saját részeit is. Szóval ennyi egyelőre a hír, tehát a leglényegesebb, hogy június 1-én tervezik kezdeni a forgatást, ami már nagyon izgalmas, mert ha belegondolunk egyébként, ez nagyon hamar itt lesz. És milyen piros az arcom tényleg. Viszont ugye még nincsenek színészeik, fix színészeik, úgyhogy nem tudom, hogy ez mi lesz, de reméljük hamarosan többet tudunk majd, jó lenne nagyon. De egyelőre ennyi az új hírek mennyisége Percy Jackson fronton. De egyébként majd belinkelem ezt a két blogposztot, és akkor ti is el tudjátok olvasni az egészet, mert nyilván én csak kiemelem belőle, ami lényeges lehet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!